Zsúfolásig megtelt a Kozár-Mislenyi stadion szerda este. Az MB2-es újonc házigazdák a három mérkőzés alatt veretlen 7 pontos PMFC együttesét fogadták a Merkantil Bank Liga negyedik fordulójában. A két csapat több mint 11 éve játszott egymással utoljára bajnoki találkozót a másodosztályban. A rangadón sokáig keresték a fogást egymáson a csapatok, de főleg a PMFC tér felén zajlott a játék, és a félidő legnagyobb helyzete is a Mislen előtt adódott. A 16. percben Kirtner jobb oldalon lőtte középre a labdát, és az érkező Vodicska elől Helesfai nagy bravúrt bemutatva hárított. A rendes játékidőben nem született gól, de a hosszabbítás nem várt izgalmakat hozott. A játékvezető egy vitatható szituációban érvénytelenítette a PMFC csatára Tóth Gábor Kristóf találatát. A rangadó így gól nélkül pontosztoszkodással zárult. Volt egy ajtóba az egyszerünk és egy szabályos gólunk, amit szerintem a stadionban mindenki látott, ugye szabályos volt. Vannak szintek, tehát én általában elfogadó ember vagyok, és nem haragszom senkire, mert az ember az olyan, hogy hibázik, mindenki hibázik. Ezt mondom a lányaimnak is, de szinteken bizonyos hibák elfogadhatatlanok. Tehát bizonyos szinten ezt látni kell, mert ez nagyon nagy hiba volt, de ezzel együtt kell élnünk, mindenki tanul belőle. Nagyon sajnálom, hogy nem nyertük meg a mérkőzést. Összességében igazi rangadót vívott a két csapat rengeteg néző előtt. Sokan a kerítésen kívülről tekintették meg a találkozót, hiszen megtelt a Kozár-Mislenyi stadion. Szerintem nem volt egy jó mérkőzés, inkább küzdelemről szólt, mint sem a játékról. Bár talán az első fél időben mi próbáltunk futballozni, nagyon nehéz volt feltörni a 10 emberrel visszaálló Pécs védekezését. Mégis volt egy meslabdánk, amit kihagytunk, majdnem megbosszulta magát a végén. A HR Rend Kozár-Mislen vasárnap Kazincbarcikára utazik, a PMFC pedig augusztus 22-én hétfőn a DVTK-t fogadja.